Köszöntöm a kedves nézőket! 25. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Országos Néptánc Fesztivált, mindezt a jövő héten. A kampány azonban már elindult, a mai műsorban éppen ezért szó lesz majd erről a rendezvényről is. Zenével, tánccal és beszélgetéssel, előtte azonban egy teljesen más téma, bár én azt gondolom, hogy úgy párhuzamban hozható a táncra, hogy mind a kettő fontos és jövőbe mutató, ez pedig legyen a természet vagy a természetvédelem. Köszöntöm a stúdióban Urbán Sándort, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnökét. Ugye a Tiszazugról fogunk most beszélgetni, mert ugye a Tiszazug növényzeti öröksége címmel tartott, illetve tartottál, tegeződünk egy előadást ma. Én úgy gondolom, hogy szoktuk azt mondani, és az igaz, hogy nem kell messzire utaznunk és külföldre utaznunk azért, hogy a szépséget megtaláljuk. Igaz ez a Tiszazug esetében is? Teljes mértékben igaz. Köszöntöm én is a nézőket. Teljes mértékben igaz, hiszen az általános emberi szokás, ez azt lehet mondani, a Föld minden népére jellemző, hogy a legkevésbé a közvetlen környezetének az értékeire figyel oda. Megszokott. Az ott van időtlen idők óta, már a nagyapa is ismerhette azt a növényt, vagy az az állatot, és erre nem figyelnek oda. Ez olyan közönségesnek tűnik, holott egyáltalán nem így van nagyon sokszor, és ez igaz még sokszor a tudományos szemlélet számára is, hogy meglepő dolgok kerülnek elő az a nagyon sivár, nagyon felszántott és érdektelennek tartott Alföldről. Ugye Petőfi volt nagy szerelmes az Alföldnek, gyönyörű gondolatokat írt róla, és, de ezt nem fogadják meg. Általában igen. Ha szépséget akarunk látni, akkor mindenki megy a nagy hegyekre, a magas hegyvidékre, vagy pedig a tengerpartokra, és a legkevésbé törődik a lakhelyével, az Alfölddel. Ebben az esetben mi az, ami miatt vonzó lehet, illetve azt tudjuk mondani, hogy érdemes ellátogatni? Ugye itt a növényvilágról beszélünk most, de gondolom egy picikét majd az állat és a madárvilág is igen. Szóba kerülhet. Igen, úgy is mondhatjuk, igen, hogy a természeti képe az Tiszazugnak nagyon érdekes, mintegy 250-260 négyzetkilométernyi terület, nagyon jól körülhatárolható tájegysége az országnak ez a, és a megyénknek is ez a kis táj. Ilyen értelemben alapvetően apró falvas, nincsenek nagy települések, nincsenek nagy gyárak. Ezért viszonylagosan nagyon sok érték megmaradt, mert általában értékek ott maradnak meg, ahol az ember nem nagyon avatkozik bele a tájba. Itt mire kell gondolnunk? Vannak olyan érdekes növények, amelyek másutt például nincsenek? Így igaz. Na nézzük. Így igaz, olyan ritka növények. Például az ősi szikeseknek van 2-3 olyan növényfaja itt a térségben, ami az egész Tiszántúlon ritkaság. Tehát ebbe a térségbe, és itt nagy tömegbe fordul elő. Ilyen, hogy aprócska növényt mutassak, egy gyönyörű pirosra színeződő kis növényke, a sziki varjúháj, vagy a seprűfű, vagy a hamvas seprűparé, ezek mind olyan ősi szikes növények, és a szikes pusztáknak olyan érintetlen részein élnek, ami gyakorlatilag az ember előtti időből származik. Ki gondolná az Alföldön, hogy ilyen emlékek léteznek? Csak ilyen apróságok vannak, vagy pedig, ha, és nem tudom, mennyire jellemző, hogy erdős, nem erdős vidék, tehát ebben a gondolkodhatunk? Igen, nagyon érdekes a kérdés, nagyon jó a kérdés, ki akartam rá térni én is. Igazi ősi erdők, nem őserdők, mert őserdők Európában sincsenek már, de ősi erdők, amiket az ember azért többé-kevésbé elkerült, nem bántotta, nem vágta ki, ilyen nincs a tájba, sajnos nem maradt meg, viszont az erdő emlékei megmaradtak. Történetesen Tisza, Inoka és Cserkeszőlő határán vannak olyan óriás méretűre nőtt galagonya bokrok, amik ma már fák, 5-6 méter magas és 40-50 centi átmérőjű fává nőtt bokrok, ami megkockáztatom, hogy talán az ország legidősebb galagonya fái, bokrai. Ugyan a bokrok takarásában, bokrok védelmében maradtak fönn olyan lágyszárú növények, amelyek a hajdani régi-régi erdősztyepnek a növényei. Tehát olyan növények, ami a ősrégi időkben 10.000-15.000 évvel ezelőtti erdőknek a szegélyében vagy a tisztásain éltek. Erre senki nem figyel oda. Ez csak egy botanikusnak lehet érdekes vidék? Vagy pedig az, aki, ne adj Isten, annyira nem feltétlen ismeri így a növényeket, ő is el tud kalandozni?
Igen, szerintem el tud mindenki kalandozni, akinek a szépségre, a nyíló virágokra van egyfajta késztetése, hogy azt megnézze, megcsodálja, de talán az illatokat élvezze, az, ha ilyen tájra látogat, ha nem is tudja a faj nevét, mert nem kell mindegyiknek a nevét tudni. Ugye Radnóti gyönyörű versét idézem, hogy ha egy bokor a térdemhez térdepel, akkor tudom nevét is, virágát is ismerem. Hát itt nem fontos ezt betartani, ez a szabályt, csak egyszerűen gyönyörködjünk azokba a növényekbe, és ne akarjuk elpusztítani, ne akarjuk hazavinni, letépni a vázában milyen szép, mert nem fog sokáig élni, őrizzük meg azokon a helyeken, ahol még megvannak. Ugye érdekes itt az elpusztítani szó, hogy fölmerült. Mennyire pusztul ez a növényvilág? Miért is fontos, hogy erről beszéljünk? Sajnos igen. A 1950-es, 60-as években, tehát a II. Világháború után úgymond újjáépítjük az országot, Lázában is rengeteg ipari üzem épült mindenfelé az országba, történetesen Kunszentmártonban is építettek ipari üzemeket. Ezek ma már általában mind megszűntek, vagy már le is bontották ki a részüket, tehát eltűntek a tájból, de a pusztítás ott marad. Ma ugyanilyen jelleggel a gazdasági érdekek uralják a eszmerendszerünket, a világunkat. Mindenhol fejleszteni kell. Fejleszteni, minek a kárára tudunk? A természet kárára. A természettől vesszük el a területeket, és pusztítunk ki olyan élőlényeket, amik pótolhatatlanok. Ezért próbáljuk megőrizni, amit lehet, az értékmentés. Az értékmentés nélkülözhetetlen, úgy a kulturális, az épített örökség, mint a természeti értékeink megvédése. Hirtelen az jutott eszembe, hogy talán azért is, hogy beszélgetünk erről, mert hogyha picikét eljutunk oda, hogy felkeltjük, és nem feltétlen ennek a térségnek, de bár mely térségről beszélhetünk, az érdeklődést, és valaki elmegy, elsétál, ne agyisten egy család elmegy, és a kisgyerekkel, és beülteti a lelkébe, tehát az ott megjelenik, hát ha, amikor döntéshelyzetbe kerül, akkor nem az igen gombot fogja mondjuk egy gyárépítésnél, és most félretés ne essék, nem a politikáról és a szavazásról beszélek, tehát nem, tehát másként fog gondolkodni, egy tehát ez a lényeg, kapcsán. Így van, tehát másról lehet ez a cél. Igen. Sokszor egy a beruházásnál, ha picit is körültekintőbbek vagyunk, akkor megmenthető az érték. Erre Nyugat-Európában ma már rengeteg példa van. Én nem szeretek ilyeneket előhozni, de most mégis kénytelen vagyok a gondolatot továbbfűzni. Finnország, ugye rokon népünk, és a Európa legerdősültebb tája, ott úgy építkeznek az erdőbe, hogy egyetlen fát nem vágnak ki a lehet. A fák közé építik be az épületet, és úgy tervezik az épületet, hogy beférjen az adott kis tisztásra, helyre, ahol nem vágjuk ki a fát. Itt mivel kezdődik az építkezés? Letarolnak mindent, puszta tájjá varázsolják az élővilágot, kiírtják, és majd utána ültetünk fát. Fordítottan ülünk a rovon, azt hiszem ebben az esetben is. Tehát a igen gomb és a nem gomb ennyit jelentene. Nem megakadályozni akarjuk a világ változását, nem a változás ellen vagyunk, nem egy olyan jellegű abszolút konzervációt gondolunk el, hogy itt soha semmit nem szabad csinálni. De egy megfelelő mesdjében. Úgy van. Nem a pusztítás kezdje meg az ember, amikor valamit alkotni akar. Hanem az építés az őrizze meg a múltat is. Hát örülök, hogy beszélgettünk erről, és felhívtuk a figyelmet jelen esetben a Tiszazug növényzeti örökségére. Én biztos, hogy elmegyek, és teszek majd egy jó kis túrát, kirándulást. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézők, a folytatásban pedig, ahogyan ígértem, egy picit táncolni fogunk, és szó szerint, no persze nem én, és majd nem a vendégem, hanem felvételről, ám ízelítőként, mert hogy készült az idei táncfesztiválhoz egy kis reklámfilm, egy promóciós film, szóval nézzük meg ezt, és aztán utána jön a beszélgetés is.
25. Szolnoki Országos Néptánc Fesztivál 2019. május 24, 25, 26. Az ország legrégibb néptánc fesztiválja. Rövid felvezetés után akkor essék szó erről a bizonyos táncfesztiválról. Hát Kovács Mihályt köszöntöm a stúdióban. Ha tánc, akkor a legjobb emberhez fordulunk. Hála Istennek többen is vagytok így Szolnokon, akihez fordulhatunk. Igazából én azt mondtam, hogy 25. alkalom, de több mint 50 éves már ez a fesztivál. Na, ha valaki jó matematikából, akkor tudja, hogy itt valami nem stimmel. Hogy is van a története? Hát akkor kezdjük a pontosítással. 1964-ben, azaz 55 esztendővel ezelőtt, hogyha mind a ketten ezt pontosan tudjuk kontrollálni, volt az első néptáncfesztivál, amit volt kedves kollégám, barátom Várhelyi Lajos, akit csak úgy ismertek itt a néptáncosok világában, meg különösen Szolnokon, hogy Kuka. Lajosnak az ötlete alapján született meg ez a fesztivál, amelyiknek most már a 25. alkalmára kerül sor néhány napon belül. Amikor ide jöttem hozzátok, akkor éreztem, hogy most már kezd a város ráhangolódni erre a néhány nap múlva kezdődő eseményre, gyönyörű poszterek, plakátok és szól a néptánc hangosításba. És még a nap is kisütött, remélem, hogy jó idő lesz, mire sor kerül erre a háromnapos nagy eseményre. Ugye ez a jövő hétvégén lesz, ezt hangsúlyozzuk. Egészen pontosan május 24, 25, 26 az első nap az a felvezetése a programoknak. Gyakorlatilag kiegészítő rendezvényekkel, felvonulással, kosztümösen itt az Agora környékén, táncházzal, kiváló zenészekkel. Az első napi táncházba a Dühő együttes fog majd muzsikálni, majd szombaton ugyancsak itt az Agorába Szalona és Bandája, az Állami Népi Együttesnek a zenekara, de számtalan kiegészítő rendezvény kapcsolódik végig a fesztivál végéig. Szabadtéren, itt az Agora környékén is, meg a Szigligeti Színház környékén. Na de mielőtt itt belemennénk a programokba, a történeténél ugye azt mondtuk, hogy 55 év és 25-dik, akkor kihagyásnak igen kellett lenni. Hát tulajdonképpen ez nem is országos néptáncfesztiválnak indult, hanem Kuka, amikor először ezt megálmodta, alföldi néptáncfesztiválként hirdette meg, és akkor még az első kettő az egymás követő évben volt, és csak utána tértünk rá a két évenkénti időszakokra, míg nem aztán 1999-ben sajnálatosan megszakadt ez a folyamat 10 esztendőre, egészen 9 környéke? 9 környékéig kellett várni, hogy megrendezhessük a 20-at, és a 19-nél akadt el. Szponzorok, támogatók hiányával, annak ellenére, hogy kedves Mihály Gábor barátommal, aki akkoriban a Tisza Tánc Együttes művészeti vezetője volt, jelenleg az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, meglehetősen sokat rohangáltunk azután, hogy visszahozzuk ezt az alkalmat. Hál' Istennek aztán sikerült. Ugye beszéltünk a programokról, hogy különböző kiegészítő rendezvények vannak, de hát ez mégiscsak egy verseny. Jönnek a tánccsoportok, két etapban eltáncolják ugye a programjukat, és aztán ezt a zsűri értékeli, majd az utolsó nap ugye jön a gála műsor. Igen. Mennyire várják már a tánccsoportok, és mennyire rangos ez a verseny? Hát, hogy mennyire rangos a verseny, az sok mindennel alátámasztható. Alátámasztható azzal, hogy tulajdonképpen kezdettől fogva az ország legkülönbözőbb részeiről, a Dunántúrról, a Nyírségből, Nógrádból, Csongrádból, az ország legkiválóbb együttesei szerepeltek itt. Én Vásárhelyi Laci bácsi, akinek a neve azt hiszem, hogy itt is ismert Szolnokon, Laci bácsi csinálta a 7. fesztivállal bezárólag egy statisztikát, akkor még, hogyha nézem itt a puskámat, akkor az volt, hogy összesen 243 koreográfia került a színpadra. Most tessék megkapaszkodni, hogy hol tartunk majd most már a legutóbbival, a 24. Néptáncfesztivállal bezárólag. 727 koreográfia került itt színpadra, mintegy 60 koreográfus és zenei alkotónak a műveként, és a táncegyüttesek, 78 táncegyüttes szerepelt összesen
a legutóbbi fesztiválig bezárólag itt a Szigligeti Színház színpadán. Ezek a legkiválóbb együttesek voltak, hogy az említettem az ország legkülönbözőbb részéről, de hogy név szerint is megemlítsek néhány kiváló együttest. Most például a tiszatáncosokat látjuk a képernyőn, hát, a két évvel ezelőtt. Alkalomnak, hát értelemszerűen. Nem csak házigazdája, hanem minden elkülönbözőbb. Gondolom a Jásság. Pontosan, hát a Jásság később kapcsolódott, mert ő később alapított. Igen, de hogy ők természetesen. De hát ugye itt Szolnok megyét még alapvetően ez a két együttes képviselte éveken keresztül. Hogy néhány együttesről is említést tegyek. A Duna. A leggyakrabban a Duna az hivatásos együttes, ez amatőr. És ez amatőröknek van. Igen, hanem ilyenek, mint a Bartók. A Bartókot azért említettem legelőször, mert annak az alapítója és vezetője a szolnoki születésű közismert Tímár Sándor. Vagy például a Bihari Tánc Együttes, amelyiknek a művészeti vezetője hosszú éveken keresztül Novák Ferenc a Tata volt. De mondhatnám még Budapestről a Vasas Tánc Együttest, vagy a Zalai Tánc Együttest, a Somogy Tánc Együttest, Pécset, a Nyírséget, Gyöngyös, Debrecen, szóval sokan vannak. Nagyon sokan, ahogy említettem. A koreográfiát említetted. Hol tartunk most koreográfiában? Azon túl, hogy a népi elem és a népi tánc az ugye adott. De én emlékszem két évvel ezelőttről, az azelőtti fesztiválokra, hogy itt tulajdonképpen már színpadi műveket látunk, történetmesélés. A fesztiválnak a célja tulajdonképpen alapításától kezdődően változatlan. A lényege az, hogy a koreográfusokat, a táncegyütteseket ezzel az alkalommal arra ösztönözzük, hogy újabb és újabb műveket alkossanak. Mégpedig oly módon, hogy egyrészt megjelennek benne az autentikus hagyományok, de a koreográfusoknak az üzenete is adott kornak, napjainknak. Ezek már táncszínpadi jellegű művek. De az alapja az egyértelműen maga a hagyományos néptánc, amelyik alkalmas a legösszetettebb üzeneteknek a közvetítésére is. Amihez nagyon szépen értenek ezek a koreográfusok, hát a régiek, hogy említettem már Tímár Sándort, említettem Novák Ferencet, vagy Foltin Jolánt, de a őket követő korosztályok közül megemlíthetném Zsurávszki Zoltán, vagy ami Mihály Gáborunkat, ugye őt csak úgy mondjuk, hogy a magunkénak tartjuk Gábort, annak ellenére, hogy évtizedek óta most már Budapesten is a tagja. Hadd tegyem hozzá, hogy akiket említettem, ezeknek tulajdonképpen a pályájának a kezdetétől fogva ott szerepel az emlékezetükbe Szolnok. Sokan közülük úgy indultak, mint táncos, majd aztán, mint koreográfus, később, mint zsűritagok. És az ország legfontosabb szakembereivé váltak a néptánc mozgalomban. Vásárhely Laci bácsi említette egyik alkalommal valamikor a 90-es években, hogy Szolnokot én a magyar néptánc mozgalom szempontjából döntő fontosságúnak tartom. Én bízom benne, hogy ezzel nem csak szolnokiak vagyunk így büszkén ezt valva, hanem az egész néptánc mozgalom is így tartja ezt számon. Jellemző, hogy a mostani fesztiválra is 16 együttes jelentetett, kiválóbbnál kiválóbbak. De még Pozsonyból is lesz most egy együttes. Korábban is volt már a Felvidékről, Szlovákiából magyar együttes, de hát ez nem nemzetközi fesztivál, hanem alapvetően itt a kis Magyarországon működő amatőr néptánc együttesekről van szó. Az, hogy amatőr, ez egy nem degradáló jelző. Hadd tegyem hozzá, hogy az amatőr együttesek legkiválóbbjai, akik itt szerepelnek a Szigligeti Színház színpadán ezen a fesztiválon, és a hivatásos együttesek produkciójának minőségében nem nagyon lehet találni már különbséget. Vagy legalábbis, hál' Istennek, sokszor egybeesik az a minőség az amatőrök részéről a hivatásosokéval. Hát legyen ez a végszavunk, illetve az a gondolat, amit említettél, hogy Szolnok egy meghatározó központ és meghatározó település, hogyha a néptáncról, a hagyományőrzésről van szó. Köszönöm, hogy itt voltál és meséltél nekünk szépen a történetről. Aztán találkozzunk majd május utolsó hétvégéjén a táncfesztivál valamennyi napján. Hát jó időt kívánok, és még annyit hadd tegyek hozzá, hogy
Gratulálok az Abanovák Agora Kulturális Központ kollektívájának, meg a Tisza Tánc Együttesnek, mint a rendezőknek. Köszönet a szponzoroknak és azon belül külön az önkormányzatnak, hogy ez a 25. alkalom megvalósulhat. Ne csak beszélgessünk a táncról, hanem lássuk és halljuk is a táncosokat, méghozzá a Tisza Tánc Együttest. A beszélgetés alatt már néhány képkockán felelevenítettük a 2 évvel ezelőtti produkciójukat. Most jöjjön ennek egy rövid kivonata, én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket. Nézzék a Naprakész legközelebb is, viszontlátásra!